Hantai Simon festőművész két hete hunyt el Franciaországban. Egyik vásznának ára jelenleg is tartja a magyar kortárs művészek között elért aukciós rekordot. Hantai Simon 1949-ben hagyta el Magyarországot, 1953-ban az André Breton csinált az első kiállítását az Etoile szerében, a szürrealista galériájába, és utána 50 és 60 között szürrealista műveket hozott létre. Hantai nagyon kevés kapcsolatot tartott Magyarországgal, de volt egy olyan barátja, akivel tudomásom szerint 40 éven keresztül minden vasárnap délelőtt beszélt, mindig felhívta Juhász Ferencet. Ez egy gyerekkori barátság volt, ami nagyon, gondolom, nagyon mély lehetett, és nagyon-nagyon szerették egymást, és hát ezt az is bizonyítja, hogy Juhász Ferencnek szinte az összes kötetét Hantai illusztráció díszíti. A művész első magyarországi tárlata október 15-ig látogatható.